Hölgyek, urak, üdvözlök mindenkit, ez itt a Maxolt ki tehát podcast szintusnál, Nagy Roland vagyok, és a mai adásban arról fog beszélni, a clickbait címet ma kimaxoltam. Arról fogok beszélni, hogy 5 millióból hogyan csináltam 20 millió forintot, viszont hát clickbait cím ide vagy oda, így igaz, úgyhogy a mai dolog, amiről beszélni fog, az azt gondolom, hogy a legjobb befektetés, amit vállalkozóként megtehetsz, és amit én is az elmúlt években végrehajtottam. Nem a bitcoiról fog beszélni, nem a különböző befektetési lehetőségekről fog beszélni a pénzügyvilágban, nem az az ingatlanokról fog beszélni, hanem egy viszonylag egyszerű dologról, amitől azért azt látom, hogy a mai napig megvan a gondolkodás itt, hogy ez költés és nem befektetés. Miről is beszélünk? Hát ez nem más, mint a Facebook hirdetések. Tudnod kell azt, hogy az elmúlt években, az elmúlt két év folyamán, 2019-től kezdve, 4 millió 980 ezer forintot költöttem Facebookon. Ez 1535 darab hirdetés foglal magában. 70 ezer klikket, tehát 70 ezeren kattintottak valamilyen oldalra, ahova szerettem volna terelni az embereket. 812 ezer embert értünk el, ez a reach, tehát itt egyedi emberekről beszélünk, egyénekről beszélünk, és 4 milliószor jelentek meg ezek a hirdetések különböző képernyőkön. Honnan tudom neked hozni ezt a példát, hogy 5 millióból 20 millió lett, hogy minden egyes programomnál kérdőíveztetjük az embereket, hogy ők hol találkoztak velünk először, honnan érkeztek a programjainkba, hogyan találtak meg minket. És következetesen a kérdőívek harmadában az emberek azt szokta válaszolni, hogy Facebook hirdetésben fedezett fel minket. Ezt a 20 milliót ezt azért állítottam, mert ez a minimum igazából, ami az elmúlt években bevételként keletkezett a vállalkozásomban. De azt gondolom, hogy egyébként, ha igazából utána ennek, akkor sokkal több lenne ez az összeg, csak azért mertem ezt írni, mert ez egy ilyen nagyon alállőtt összeg, amit biztosra tudok mondani. Beszélgettem az elmúlt hetekben a Facebook hértés szakértővel, akivel együtt dolgozunk, és ő azt mondta, hogy a mai napig azt látja nagyon sok emberen, hogy ezt egy költésnek fogják fel, hogy amikor mondjuk ő azt mondja, hogy egy kicsit növelni kéne a Facebook hirdetés büdzsén, akkor nem mernek az emberek Facebookon költeni, mert azt érzik, hogy újra el fog veszni, az összeg nem jön vissza. Én azt gondolom, hogy a vállalkozásodban nem véletlenül szoktam javasolni az első pár pontban, mint marketingeszköz a Facebook hirdetéseket, ennél kevesebb, jobb, célzottabb dolgot fogsz megteremteni magadnak, amely ügyfélszerző eszköz. Tehát én azt javasolnám, hogy ne kövesd el azt, amit én egyébként tettem, mert az elmúlt években én írtam egy listát magamnak, hogy mi az a 40 dolog, amit a legjobban bánok a vállalkozói éveimből, hogy mit nem tanultam meg, nem tettem meg. És 40 pontból a legelső helyen volt egyébként az, hogy nem tanultam meg a Facebook hirdetéseket. Tehát, ahogy az előbb mondtam, 2019-től kezdve Facebook hirdettem, viszont mindig Facebook hirdetés szakértőket fogadtam fel, és úgy voltam vele, hogy ezt nem fogom megtanulni, mert a szakértők megoldják, én mondom, hogy nekem mire lenne szükségem, tehát ő rájuk bíztam. Ez azt gondolom, hogy akkor már jó, ha te megtanultad ezt, viszont én itt nagyot hibáztam, tehát azt gondolom, hogy az 5 millióból 20 millió, ez sokkal több lehetett volna, hogyha lett volna alázatom ahhoz, leültem volna, és pár nap alatt megtanultam volna a Facebook hirdetéseknek a technikai oldalát. A technikai részét, tehát az, hogy hogyan kattingasd össze, számomra elképesztő ijesztő volt, tehát én ne, bevallom őszintén, akármikor belnéztem a Facebook hirdetés menedzserünkbe, a Facebook Business Ads Managerbe, akármikor belenéztem, én azt láttam, hogy 600 millió szám, össze-vissza lehet kattingatni, nekem elképesztően bonyolultnak tűnt, és úgy gondoltam, hogy ez egy óriási tudomány, hogy ezt valaki megtanulja, ehhez képest nagyjából egy olyan 3-4 nap leforgása volt még számomra kurzusokkal, valamint segítséggel, hogy ezt megtanuljam. Tehát azt gondolom, hogy egy picit lassabban is, mert 3-4 napban nagyon intenzíven, ha te egy picit lassabban egy, másfél, két, három hét alatt tanulod meg a hirdetéskezelést, akkor is egy, egy olyan skill egy olyan készségre tehetszert vállalkozóként, ami az elközne években a vállalkozásod egyik legfontosabb pontjának az ügyfélszerzésnek és a márkaépítésnek másfelől a legfontosabb, vagy a szűk keresztmetszete lehet, fogalmazzunk így. Úgyhogy ezért mondom azt, hogy vállalkozóként, amikor építed a vállalkozásodat, akkor még ne azzal foglalkozz, hogy a 300-400 ezer forintos bevételedből mi az a, hogy mennyit teszel bitcoinba, meg mennyit raksz ingatlanban, mert egyszerűen lehetetlen lesz igazából, hogy abba, ha csak nem a jó időben, nyilván 10 évvel ezelőtt veszel bitcoint, oké, beírja ezt a videó alá, ez nyilván oké, de ezek nem, ö, ezek nem reprodukálható dolgok általában, tehát ha ezek reprodukálhatóak lenne, akkor mindenki pillanatok alatt milliárdos lenne bitcoinba. Általában azért nem ez a valóság, tehát ne azon gondolkoz, hogy bitcoinba, ingatlanba, ide-oda mit raksz, hogy az 5-6 százalékos kamatokból hogyan gazdagszol meg, hanem azon gondolkoz, hogy hogyan tudod Facebook értések segítségével több emberhez eljutatni, több ügyfélhez eljutatni, vagy hogyan tudod a márkádat felépíteni, ami miatt hosszú távon, ha mellé természetesen jó szolgáltást nyújtasz, nyilvánvalóan, hogy itt megálljunk egy pillanatra, ha jó szolgáltást nyújtasz mellé, akkor folyamatosan egyre magasabb összeket tudnak neked majd fizetni azok az emberek, dolgozó együtt. Ezért én úgy gondolom, hogy a lehető legjobb befektetés, amit a vállalkozásom szempontjából tettem az elmúlt években. Nyilván a szak szakmai fejlődés mellett, hiszen az elengedhetetlen nem más, mint az, hogy ha jó a cucc, van, ha jó a tudásod, amit csinálsz, ha jó eredményeket érnek el az emberek, akkor szélesebb tömeghez, Facebook értések által tanuld meg és juttasd el szélesebb tömeghez azt, amit te szolgáltás alapú vállalkozóként végzel. Ne félj ettől úgy, ahogy én tettem, mert éveket pazarolhatsz el. Nagyon boldog lettem volna, ha pár évvel ezelőtt ezt a videót megnézhetem saját magamtól, és rászántam volna magam, mert felfogtam volna, hogy ez éppként nem ördögtől való, és nem egy űrtudomány megtanul a Facebook hirdéseket. Pár nap alatt, pár hét alatt meg lehet tanulni, akár YouTube-ról, és tényleg utána elkezdhetsz kísérletezgetni, és elkezdheted kipróbálni, hogy mi az, amivel nagyobb hatást, nagyobb bevételt és nagyobb márkaismertséget tudsz elérni a te vállalkozásodban. Köszönöm a feliratkozó, és ezzel kifejezett, hogy neked ez a mai tipp, amit hoztam a Maxolki Akadát Podcastban értéket hozott létre az életedben. Ebből látjuk napi szinten, hogy jók a tartalmak, úgy érzitek, hogy ezek hasznosak számotokra is, és nem csak én gondolom, az itt a kamera tudodán, hogy ezek értéket hoznak létre az életedekben. Jó Facebook híret és tanulást kívánok nektek, találkozunk a következő Maxolki akatát Podcastban.